ez a nagyszerű verse, ugye, hogy ó, az, ahol volt vicinális, hideg is, büdös is, meg ráz is. Így volt? Hiába dobálták abba a kályhába a szenet, meg nem, soha nem volt meleg, csak büdös volt mindig. Ízzik a kocsiban a kályha, emlékeztek rá, és jégvirág fagy az ablakára, mert hát így van. És azt írja, hogy ó, 60 éve, 50 éve, Marika kérem, 50 éve? 60 éve, mondhatom? Amikor vonattal utaztál, igaz? Rólad írta ezt, rólad írta. Hol van, hol nem volt, hol a világ vége? Volt egyszer egy micsoda álmok, marcalik, pécsek, nagyatádok. Diákok, kofák, gyalognépek. Ó, mind valami messzeséget, és mi volt? Vonat volt, sinek voltak, és operencián túl voltak. Szép vers, igaz? Bertók Lászlót megiklette, és gyakorlatilag majdnem minden kötetében van erről a vasúti élményről ilyen verse. Még csak annyit szeretnék elmondani nektek, hogy ezt a hidat, ugye, vagy ennek az elődjét felrobbantották a II. Világháborúban, és utána épült ez. Na most ez egy ipari műemlék szintű híd. Ezzel a megoldással, ahogy ez készült, az országban csak néhány ilyen típusú híd van már, úgyhogy azért most megmentjük, és most látom, hogy nagyon ügyesek voltunk, mert szépen festettük a hidat, megmentjük, és akkor az örökkévalóságnak, ez egy igazi szép emléke lesz ennek a vasútvonalnak. Bármi történik, ez a híd, ez itt fog magasodni, meg lesz, használjuk, mert így ugye meg lesz csinálva, összeköt bennünket, tehát ez egy nagyon fontos híd lesz, és ez a mai nap is emlékezetes lesz. Remélem, hogy megörökítettétek ti is az emlékezetetekbe, és akkor a táskámat, hogyha valaki ide adná nekem, ott van a táskám. Hoztam nektek egy nagyon szerény ajándékot. Nem tudtam még vasutast hozni, mert a szerdán kiosztottuk a jegyeket, ugye aki ott volt, kapott jegyet, igaz? Nem tudtuk azt kiosztani, de Lacikám, fogd meg nekem ezt a táskát így, hogy beleférjek, de hogyha elfogadjátok, akkor nem szabad kibontani, vagy ha mindenkinek kiosztottuk, mert az egyik az ezüstből van. Ez is. Tudjátok, mi van bent? Nem mered kibontani? Nem bontom ki. Bontjátok ki nyugodtan.